8 órán át tárgyaltak, ülésezett a képviselőtestület. Kormányhivatal felkészülten hatékonyan az ügyfelekért. Újra csobog a víz, megszépülnek Orosháza közterületei. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfontosabb híreinket! Emelkedik a települési temetési támogatás, és Kálvin térre keresztelik a református templom területét. Többek között erről döntöttek a képviselők március utolsó napján. A késő délutáni órákra húzódó, vitáktól sem mentes testületi ülés főbb döntéseit összegezzük. Nevet kap a református templom körüli terület, a templom 100., a reformáció pedig 500. évfordulóját ünnepli. Ezen alkalomból nevezik el a belvárosi közterületet Kálvin térnek. Erről is döntöttek a képviselők március utolsó napján tartott testületi ülésükön. Maradva az egyházaknál, a történelmi egyházak ebben az évben is 3-3 millió forintot fordíthatnak városképileg jelentős fejlesztésekre. Emelkedett a települési temetési támogatás, a korábbi 20 ezer forint helyett 30 ezer forintot kérvényezhetnek az arra jogosultak. Az ülésen döntés született arról is, hogy a rendezvényszervező cég végelszámolását követően feladatait a művelődési központ kapja meg. Határoztak arról is, hogy az alapítványok mennyi önkormányzati támogatással számolhatnak. Az elosztással az ellenzék nem értett egyet, de nem ez volt az egyetlen napirendi pont, ahol ütköztek az álláspontok. A késő délutáni órákban nyúló egyeztetésen többször vitáztak a képviselők, és közel 30 előterjesztésről hoztak döntést. Részletesen az Orosz Café tudósít az ülésről. Új szervezeti rend, hatáskörök átcsoportosítása, felgyorsult környezet, komoly kihívások álltak és állnak a kormányhivatal előtt. A február óta megyei főigazgatói tisztséget betöltő dr. Takács Árpád március 30-án tett látogatást Orosházán, állománygyűlés keretében egyeztetett kollégáival és a Városházán is tárgyalt. Autóátiratást intéztem, és teljes mértékben nagyon gyorsan, pontosan elintéztek mindent. Egy ügyfél véleménye az orosházi kormány ablak működéséről. Március 30-án tett látogatást itt dr. Takács Árpád, a megyei kormányhivatal főigazgatója, aki úgy véli, a magas színvonalú munkát mi sem bizonyítja jobban, mint az ügyfelek elégedettsége. A Békés megyei kormányhivatal és a hozzátartozó járási hivatalok január 1-től egy új szervezeti rendben működnek, hiszen hatáskörök átcsoportosítására volt szükség, illetve olyan feladatok kerültek át a járásokhoz, amelyek az ügyfeleknek az érdekét szolgálják. A tapasztalat az, hogy zökkenőmentesen sikerült átvenni ezeket a feladatokat. A kollégák begyakoroltan, felkészülve várták ezt, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon fontos mutató. Több mint 1500 ügykör intézhető már a kormányablakokban, a cél a gyors és hatékony munkavégzés. A magas ügyfélszám és a fokozatosan növekvő ügytípus adta feladatokat, az orosházi hivatal kiválóan teljesíti. Az elégedettségi kérdőívek alapján az ideérkezők több mint 93%-a a legjobb minősítéssel értékelte az orosházi kormányablakot. Mindig a jogszerűségre, szakszerűségre törekszik a hivatalunk, ez az elsődleges, és mindent a jogszabályi keretek között az ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével igyekszünk megoldani, illetve a feladatainkat ellátni. A Békés megyei kormányhivatal főigazgatója március 30-i orosházi látogatása során állománygyűlés keretében egyeztetett kollégáival az őket érintő feladatokról, illetve a Városházán is járt dr. Takács Árpád, ahol Dávid Zoltán polgármesterrel tárgyalt az önkormányzat és a kormányhivatal kapcsolódási pontjairól, közös feladatairól, az eddigi együttműködés folytatásáról. A tavasz beköszöntével a város is életre kelt. Április 1-e óta újra csobog a víz a főtér medencéiben és az Árpád kert szökőkútjában is. Emellett megszépülnek Orosháza közterületei. A jó idő megérkeztével fokozatosan újraélett a város. A parkokban, tereken, utak mellett a főtéren is tevékenykedtek a városüzemeltetés dolgozói. A tavasszal szokásos karbantartási, javítási feladatokat végezték el. Ami a leglátványosabb és a legfontosabb, el kellett végezni a medencéknek a tavaszi mosatását, illetve vízzel való feltöltését, ezzel párhuzamosan különböző gépészeti és elektromos munkákat kellett elvégeznünk.
A tél folyamán sajnos csőtörés volt a főtéren, amit szintén elhárítottak a kollégáink. Korábban új fákat is telepítettek, hiszen a teret körülölelő 27 gesztenyefa állapota az ültetést követő években rohamosan romlott. Helyettük 21 darab kockára nyírható, illetve kockára nyílt hárs és 6 darab juharfát ültettek el a szakemberek a főtér területén. A probléma orvoslására az önkormányzat biztosította a fák pótlásának költségét, melynek megtérítését jogi úton kívánja a kivitelezővel érvényesíteni. A főtér mellett az Árpád kertben is munkálatok zajlottak, így az ott található zöld területet és a szökőkutat is megtisztították. Emellett április 1-ével a fővágási munkálatokat is elkezdték városszerte. A Művészetek Házában rendezett hagyományos képzőművészeti kiállítással vette kezdetét a Tavaszi Művészeti Fesztivál március 31-én. A rendezvényt 17. alkalommal rendezi meg a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Színvonalas koncertekkel, kiállítással, gálaműsorral, szakmai nappal és megyei versennyel várják az érdeklődőket. A hagyományos képzőművészeti kiállítással vette kezdetét a Tavaszi Művészeti Fesztivál múlt pénteken. Idén egy régi hagyományt elevenítettek fel, hiszen a növendékek több mint 100 munkája mellett az iskola tanárainak alkotásait is a nagy közönség elé tárták. A fesztivált immár 17. éve rendezi meg a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, bemutatkozási lehetőséget nyújtva mintegy 600 növendékének. A pedagógiai programban fogalmazott célok szerint indult el az, hogy a fő elv az az, hogy tanuljon hangszeren, tanuljon zenét, tanuljon képzőművészetet, táncot a diák. Igen, de ha már megtanulta, akkor ne veszítse el a kedvét, hogy ezt nem tudja hasznosítani, nem tudja megmutatni. Ezért a diákkoncertek mellett színvonalas fellépési lehetőségeket is nyújtanunk kell a gyerekeknek. A megnyitón Dávid Zoltán polgármester az elhúzódó testületi ülés miatt nem tudott jelen lenni. Patyi Gábor oktatási, kulturális sportreferens tolmácsolta a városvezető köszöntő gondolatait. Öröm, hogy ennyi tehetséges gyermekkel büszkélkedhet Orosháza. Jó néhány egykori tanítvány szép sikereket ért el a művészeti pályán, büszkén és boldogan emelegetjük a szép sikereket, és figyeljük munkásságukat. A Tavaszi Művészeti Fesztivál idén több újdonsággal is szolgál, a nagy érdeklődés miatt pedig több eseményt a Művelődési Ház koncerttermében rendeznek meg. Színvonalas koncertekkel, kiállítással, gálaműsorral, szakmai nappal, megyei versennyel várják az érdeklődőket április 12-éig. A magyarországi genetika egyik legjelentősebb alakja volt dr. Zeisel Endre. Az ő emlékére és középiskolások számára létrehozott genetikai feladatmegoldó verseny záró fordulóját rendezték a hétvégén Orosházán. Javában gyülekeznek a vendégek és a versenyzők a Táncsics gimnázium zsipongójában. A vendéglátó iskola igazgató helyettesét kérdeztük a szombati genetikai feladatmegoldó versenyről. Az idei tanévre hirdette meg ezt a versenyt a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium, és a Gyulai Erkel, illetve mi is csatlakoztunk ehhez, így lett három fordulós a verseny. Egy forduló zajlott Gyulán, egy Békés Csabán, és most a záró akkord ez nálunk van, és ide érkeznek most folyamatosan a vendégek. A cél az, hogy tulajdonképpen most van Zeisel Endre, vagy most lenne születésnapja, április 3-án, és ehhez kötődően is zárul ez a verseny. A vetélkedő feladatainak megalkotója és a verseny fővédnöke professzor dr. Szabad János egyetemi tanár, Zeisel Endre egykori kollégája és barátja. Az ő gondolataira is kíváncsiak voltunk. A 17-18 évesek írtósok félék, a genetikának pontosan az a lényege, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és ezek között a 17-18 évesek között vannak olyanok, akik Isten áldott a tehetségek, akiket érdekel a genetika. Na hát ez az egész feladatmegoldó verseny azért szerveződött, hogy ezek a fiatal hölgyek és urak mutassák meg, hogy ők vannak, kipróbálják magukat, hát ha még azt is elérjük ezzel az egésszel, hogy a jövendő pályájukat abba az irányba tereljük, ami a genetika. A verseny harmadik fordulóját Orosháza polgármestere Dávid Zoltán nyitotta meg, majd szólt a versenyzőkhöz a hét emberének is megválasztott dr. Horváth Péter, az MTA Szegedi Biológiai Központ tudományos főmunkatársa, és persze dr. Szabad János egyetemi tanár fővédnök is. Elmondta, hogy örömmel vállalta a felkérést.
Minden feladatban van egy kis fifika, egy kis trükk, amire ha rájönnek, meg tudják oldani a problémát a fiatalok. A megnyitó után elkezdődött a diákok számára a megmérettetés harmadik fordulója, de gondoskodtak a szervezők, a kísérők, tanárok számára is nívós programokról. Ebben Tóth Dávid, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, és dr. Horváth Péter tudományos főmunkatárs, mindketten egykori táncsicsosok vállalták a főszerepet. Torna, trambulin, gyümölcs, a mozgási és az egészséges életmódi volt a főszerep március 30-án a Könt utcai óvodában. Hagyományteremtő céllal tartottak egészségnapot. Indul az egészségnap a zenés bemelegítéssel március 30-án a Könt utcai óvodában. Ezzel vette kezdetét a hagyományteremtő céllal megszervezett rendezvény, majd különféle játékos, ügyességi programok várták a gyerekeket. Lehetett trambulinozni, ejtőernyővel labdát röptetni, célba dobni, de különböző sorversenyeken, ötletes akadálypályákon is kipróbálhatták ügyességüket az apróságok. Szeretem a tornaszobát, mert mindig különböző feladatokat szoktunk csinálni. Van valami, ami gördeszkás, van valami, ami nem gördeszkás. Az intézményben az egészség megőrzésre nagy gondot fordítanak. Ez szolgálja a mindennapos testmozgás, a szabad levegőn tartózkodás, illetve az óvoda, kincsünk a gyermek alapítványa jóvoltából kialakított sószoba. A Könt utcai óvodában a gyerekeink nagyon szeretik a sószobát, itt általában mesét olvasunk nekik, és észre sem veszik, hogy ez az egészségüket milyen jó tesz. Nem csak ezt az egy napot, az óvoda mindennapjait átszövi az egészséges életmódra nevelés a mozgás fontosságának hangsúlyozása. E szemléletnek köszönhetően a Könt utcai óvodába járó gyerekek ismerik az alapvető szabályokat, tudnivalókat, melyekről a március 30-i egészségnapon még több hasznos információt megismerhettek játékos formában. Egységben az erő, ez is lehetett volna a jelszava a Béke homokbányatóhoz meghirdetett horgász környezetvédelmi napnak. A város horgász egyesületei közös erővel szedték a szemetet. Íme a végeredmény, de sokkal több és értékesebb dolog történt szombat délelőtt a Béke homokbányató mellett a horgász környezetvédelmi napon. Reggel a kedvenc sporthorgász egyesület látta vendégül az összegyűlt 43 horgászt. Ezután kiosztották a szemetes zsákokat, és indulhatott a munka. Évtizedek óta folyik ez a környezetvédelmi nap, de ma sikerült először összehozni más egyesületeket is, így a Kinizsi Horgász Egyesület mellett itt voltak az Olajbányász Horgász Egyesület tagjai is, és a Kedvenc Horgász Egyesületnek a tagjai is. Összesen 43 fő vett részt ezen a mai környezetvédelmi napon. Szemetes helyre leülni és ott horgászni tilos. Aki megteszi, az ellenőrök bevonhatják területi engedélyét. Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy sokkal kellemesebb kultúrált, tiszta környezetben hódolni szenvedélyüknek, és ezt egyre többen az ellenőrzésektől függetlenül is belátják. Kevesebb szemét ide vagy oda, azért az a púpos konténernyi csak összegyűlt. Miközben a társadalmi munkát vállalók szedték a szemetet, a pihenőháznál készült a kinizsisek jóvoltából a füstölt kolbászos paprikás krumpli, amelynek elfogyasztásával ért véget a közös környezetvédelmi akció. A sereghajtó és már kiesett mezőkövest együttesét fogadták férfi kézilabdázóink szombat este az Ötvös csarnokban. Az orosháziak számára csak a győzelem volt az elfogadható, de a kötelező feladat mindig nehéz. Két gyors vendégtalálattal kezdődött a mérkőzés. A hazaiaknak csak a 6. percre sikerült egalizálniuk. A kövesdiek nagyon harcosan, keményen játszottak, igyekeztek értésére adni a vendéglátóknak, hogy helyzetük ellenére nem boxzsáknak jöttek, és a becsületért mindent meg fognak tenni. Felváltva estek a gólok, de akkor még az orosháza futott az eredmény után. A 12. percben Milasz büntetőjénél vezettünk először. A képlet innentől ugyanaz volt, csak most már a vendégeknek kellett kapaszkodni. A vezetést, az irányítást átvettük, de nem tudtunk két gólnál többel meglépni ellenfelünktől. A Matyóföldi együttes szinte csak távoli lövésekkel tudta bevenni az orosházi kaput. Vukic és Grigorjev tartott a meccsben a csapatot. Ők viszont jól végezték a dolgukat, így 15-15-ös döntetlennél mentek szünetre a csapatok. A második játékrész hasonlóan indult, mint az első. Hibák itt is, ott is, maradt a döntetlen. A 38. percben védekezést váltott a hazai alakulat. Az addig alkalmazott 6-os falról kijöttünk 5+1-re Tárkányi Bencével elől. Edzőnk húzása bejött, mert többször is lerohanásból tudtuk mattolni az ellenfelet. Erre az időszakra esett a hazai kapus teljesítmény feljavulása is. Miklós Geri egymás után mutatta be a bravúrokat.
Mintegy 5 perces nagy roham után sikerült 4-gyel ellépni. Itt roppant meg a kövesd. Bár továbbra is küzdöttek, harcoltak, már nem tudtak visszakapaszkodni. A hajrában megtartotta, sőt növelte az OFK-sa a magabiztos előnyt a fáradó vendégekkel szemben. Gondolom, hogy mind a két csapat jól felkészült. Volt látni, hogy az elejétől hogy nagy harc lesz, amit megmutatja az első félidő is. Aztán a második félidőben megmutatkozott, hogy a döntő szituációban, ott abban az 5 percben eldőlt a meccs. Mint a Róka és a Holló meséje, hogy már sérültek vagyunk, kiestünk, minden bajunk van. Tudtuk nagyon jó, hogy jó csapat, és ha jó napot fog ki, akkor meg különösen veszélyes. Meg is mutatták a jó csapat. Én abban gratulálok a második félidő teljesítményhez az én csapatomnak, hogy ritmust tudtunk váltani. Orosházi FK-s Arena már Mezőkövesdi KC 31-26. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. 8 órán át tárgyaltak, ülésezett a képviselőtestület. Kormányhivatal, felkészülten hatékonyan az ügyfelekért. Újra csobog a víz, megszépülnek Orosháza közterületei. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kommentár nélkül folytatjuk. Viszontlátásra!